Na nézzük, hogy hogyan ébredeznek a szigettakók. Ott van már a szigeten Baumgartner Benita. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mennyire álmoskásak a tekintetek? Szia, és köszöntöm a napindítónak a nézőit. Egyébként most még itt a bejelentkezés előtt nem sokkal a mögöttem látható sziget felirat alatt is néhányan ébredeztek, és még aludtak, csak az egészségügyi szakemberek idejöttek, és felébresztették őket, amiatt, hogy megnézzék, hogy jól vannak-e, illetve nem-e történt-e az este folyamán valami probléma velük. Egyébként, ahogy itt érkeztünk be ide a Sziget Fesztivál területére, azt láttuk, hogy olyan hangulat fogadott minket, mintha még el se indult volna a sziget, ugyanis rengetegen aludtak, és annyira nagy a tisztaság, folyamatosan járnak itt a szemetes autók, hogy teljes mértékben rend van. Egyébként ide a 76 hektára 90 ezer fő befogadására alkalmas a személyzettel együtt. Csak összehasonlításképpen mondanám a nézőknek, hogy 1993-ban 43 ezer főt fogadtak be itt a több nap során. Most egyébként arra számítanak, hogy a mai nap így pénteken az Imagine Dragons lesz az fellépője, és erre a napra kelt el, így elővételben is a legtöbb jegy, illetőleg majd a keddi napra, amikor Billie Eilish érkezik, mielőtt ugye a sziget bezárná a kapuit, akkor érkezik a legtöbb fesztiválozó, a legtöbb bulizó ide a területre. És hogy honnan is érkeztek ide bulizók? Hát 18 ezer kilométerről arrébb, Új-Zélandról, Ausztráliából, Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból is érkeztek ide a 30. kulturális fesztiválra, és ezt ugye mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye Európa legnagyobb fesztiválja, legkiemelkedőbb, és világszerte is érkeznek ide a látogatók.